Pont egy évvel ezelőtt, tavaly március 11-én minősítette világjárványnak az egészségügyi világszervezet az új koronavírust. A SARS-CoV-2 drámai veszteségeket okozott emberéletekben és a világgazdaságban egyaránt. A pandémia első évében mintegy 118 millió személy fertőződött meg koronavírussal, közel 2 millió 620 ezerre tehető a halálos áldozatok száma, és 67 millióan gyógyultak meg a betegségből. Ugyanakkor a pandémia súlyosan érintette a világgazdaság több szegmensét, és az emberek elveszítették megszokott szabadságjukaik jelentős hányadát. A koronavírus járvány összesen 192 országban és régióban van jelen. A legtöbb fertőzöttet, több mint 29 milliót az amerikai Egyesült Államokban jegyezték, ahol csak nem 530 ezeren életüket vesztették a betegségben. A koronavírus megjelenése óta Romániában valamivel több mint 840 ezer személy fertőződött meg, a halálos áldozatok száma meghaladja a 21 ezret.